A magyar-román határ közelében járunk, a Szatmár megyei Mikolában. Ez nem egy átlagos mezőgazdasági betakarítás, hanem egy tábor, ahol a városi gyerekek gumicsizmát, szalmakalapot ragadnak, és egy akvapark medencéje helyett a szántóföldbe vetik bele magukat. A Szatmárnémeti Hans Lindner Alapítvány egyedi kezdeményezésként diákoknak ad lehetőséget nyári elfoglaltságként, hogy betekintést nyerjenek a vidéki élet szépségeibe, és fesztiválok helyett farmon töltsék a szünidő egy részét. Lehetőségük van a gyerekeknek kipróbálni különböző új és régi fajta mezőgazdasági tevékenységeket, megismerni a modern mezőgazdaságot, szabadtartású állattartást, illetve növény- és zöldségtermesztést. Ugyanakkor a téli berakásra is gondolunk. A Te vagy a jövő éj egészségesen táborokban krumplit, hagymát szednek, megtanulják, mikor szüretelhető a paradicsom, a különböző biotermelési technikákat is elleshetik az őket fogadó zöldségtermesztőktől, mezőgazdászoktól. Kálai Pál 20 éve foglalkozik gyümölcs- és zöldségtermesztéssel, azt mondja, olyan paradicsom is van a kertjében, amelynek palántáját 60 évvel ezelőtt ültette el nagymamája, és azóta folyamatosan azt ültetik újra. Mivel egyre kevesebben foglalkoznak már az erdélyi falvakban is mezőgazdasággal, a piacokat ellepi a külföldi áru, ezért szívesen fogadja farmjára minden évben a táborozókat abban a reményben, hogy kedvet kapnak a zöldség-gyümölcs termesztéshez. Kóstoljanak bele abba a munkának a nehezébe, és nem csak, hogy megvan az a zöldséget, megveszük a piacon, hanem tudják is, hogy kerül oda. Tövérül fogjuk meg, jó? A murkot, hogy ne szakadjon bele. A gyerekek sokszor bele sem gondolnak, hogyan kerül az asztalra az ennivaló. Itt viszont ők maguk takarítják be a hozzávalókat, és közösen készítik el az ebédet. Nekem azért volt hasznos, hogy ne csak otthon éljek a tömbházban, hanem szabaduljak egy kicsit ki, barátkozzak, ismerkedjünk a természettel. A Szatmárnémeti Hans Lindner Alapítvány fontosnak tartja, hogy lehetőséget biztosítson a fiataloknak belekóstolni a különböző szakmákba, mert azt tapasztalják, hogy nagyon sok fiatal úgy választ pályát, hogy nem tudja, mit is takar az adott szakma. Mi el van készítve. Vettük ahhoz a rövidet, igaz? Ez fog idejönni. Az alapítvány saját műhelyeket is berendezett, ahol a barkácsolásba, elektrotechnikába, fazekasságba és szabásvarrásba is szakemberek segítségével kóstolhatnak bele a fiatalok. Ezt az öítést, ezt a pelenka öítést végigvisszük az oldalán, a papucsnak, jó? Itt átbújtatod és kihúzod. Kipróbálják az olajpréselést, sajtkészítést, de megtapasztalhatják, hogy nem nagy ördöngősség a kürtős kalács elkészítése sem. A vakációs program egyre népszerűbb. Nekem ami tetszett nagyon az elektrotechnika volt, az nagyon vagány volt, sok újat tanultam, tetszett nagyon. Én negyedik alkalommal vagyok itt, nagyon tetszett ez a tábor. Ha lenne még rá alkalmam, jönnék máskor is. A szervezők szerint a román oktatási rendszerben szinte csak az elméleti képzésre fektetik a hangsúlyt, és éppen az élet valódi ízét nem érzik a fiatalok. Ezért indították el ezt a hiánypótló kezdeményezést. A szülőknek nincs idejük arra a hagyományos értelemben vett nevelésre, amit annak idején mi a szüleinktől kaptunk. Például a vidéken élő nagyszülőknek sincs már ideje arra, hogy a gyerekeket nap mint nap olyan kerti munkákra tanítsák, mint annak idején, ahogy minket tanítottak. Mondhatjuk azt, hogy ez a rohanó életmódnak a következménye, és itt próbálunk mi egy hiányt pótolni. A vidéki vakáció során az élmények és tanulás mellett próbálják azt az igényt is felépíteni a fiatalokban, hogy tiszteljék a kétkezi munkát, minőségi, megbízható termékeket fogyasszanak, és szeretnék meghozni a kedvüket arra is, hogy később ezeket akár meg is termeljék maguknak. 100 túrából állt az a sorozat, amely bejárta egész erdővidéket, és amelynek záró túráján hamarosan mi is részt veszünk.